Minden esetre az tény és való, hogy a lett darts legmeghatározóbb alakja az elmúlt időszakban egyértelműen. Hát Scott Waits pedig ugye egy öreg róka, egy korábbi kétszeres BDO világbajnok. Igen, hát azért annyira nem öreg még Scott Waits, bár... Razmához képest. 47 éves. Hát, minden viszonyítási rendszer kérdése. Annyi bizonyos, hogy Scott Waits is hisz abban az ötletben, hogyha a fejünk tetejéről elfogy a szőr, akkor azt az arcunkon próbáljuk meg kompenzálni. Nagyon szép szakállat növesztett az elmúlt időszakban. És egyébként a játék tudása sem kopott meg neki, dacára annak, hogy az utóbbi időszakban elég kevésszer találkozunk vele, de azért nem szabad elfelejteni, hogy véletlenül még Lakeside-on sem tud valaki világbajnoki címet szerezni, pláne nem kétszer. A Turkát selejtezőn, ugye mind a ketten Turkát birtokosok, ezáltal a Turkát selejtezőről kellett, hogy beverekedjék magukat erre a tornára. Ezt egyébként bizonyította is Scott Waits, ugyanis Ross Montgomeryt 6-2 arányban győzte le 95,55-ös átlaggal, míg a bejutásról döntő mérkőzésen Raymond van Barneveldet győzte le 6-4 arányban 94,17-es teljesítménnyel, tehát azért ott elő kellett hozni a jobbik játékát Scott Waitsnek. Madarász Razma Kevin Dutz ellen 6-5 arányban tudott nyerni azon a selejtező 88,72-es teljesítménnyel, majd a német Pascal Ruprecht ellen szintén 6-5 arányban, ott 90,4-es átlagot hozott, tehát ha csak a selejtezős átlagokat nézzük, akkor Waits jobb teljesítménnyel kvalifikált ide Budapestre, de hát ennek az ég adta világon semmi jelentősége nincsen ezen mérkőzés szempontjából, csak azért mondtam el, hogy addig is kitöltsem egy kicsit a játékidőt. És a rendezőnek nagyon tetszik ez a szakáll. Nyilván, és szerintem még lesz rá zoomolás a későbbiekben is. Azt tudod, hogy boxban például csak nyílt szakállal lehet ringbe lépni, tehát persze, puhítja az ütést, tehát hogyne. Egyébként kettejük összevetését jelen pillanatban 3-2 arányban vezeti Madarász Razma. A legelső találkozójuk az még a BDO keretein belül volt, 2015-ben a Finder Darts Masters-en, vagy lánykori nevén Zuiderdun Masters-en találkoztak csoportmérkőzésen. Azt Waits nyerte 5-1 arányban, majd jött a 2020-as UK Open-en a legjobb 96 között, megint csak Waits nyert 6-2 arányban. Aztán jött a 2021-es Hungarian Darts Trophy selejtező, ahol Razma nyert 6-2-re, majd a 2022-es Austrian Darts Open selejtező, ahol 6-3-ra nyerte lett, és idén pedig találkoztak Barnsley-ban, egészen konkrétan február 18-án a harmadik Players Championship fordulón, a legjobb 32 között 6-2-re tudott nyerni Razmataz. Úgyhogy ez az eddigi... Bizony, ez a becenevel. 140-et dob. Ja, Scotty pedig nagyon forró. Ja, Scotty too hoty. Scotty too hoty, így igen. Van, és a dupla 18. És nem sikerül megoldani. Egyébként egy eléggé unorthodox döntés 90-nél 18-assal kezdeni, miközben az ellenfél kiszállón van, de Waits ezt is megpróbálta, nem jött össze, Razmának két nyila van a dupla 20-ra. Hátsó pályáról? Még mindig lehet egy korai break. Nem tudja azonban megoldani. Jön Waits. És most már megvan. Áprilisban láttuk utoljára European Touron, akkor Dragutin horváttól kikapott azonnal az első nap 6-4-re. Az egy nagyon nagy meglepetés volt. Bizony. Razmát meg Jénában láttuk pár héttel ezelőtt, ott egy meccset nyert Burton ellen, aztán Gilding ütötte ki. Egy elég sima mérkőzésen. 140, Waits. Nem, Molnár Lászlónak van egy analógiája Scott Waitsre, hogy ő tölgypajzsos Torin, de azt kell mondjam, hogy tölgypajzsos Torinnak emlékeim szerint azért volt haja. Úgyhogy a szakállas stimmel. Nézzük, hogy a 140-es kezdés után mivel sikerül folytatni. 60-assal. Tényleg, nem kell ide paróka. Hát a nagyon hosszú már a szakáll, akkor lenyisszantja. Megoldja. Olyan jó ragasztók vannak már. 96 Razmataznak. Igen, elég szorosak az odds-ok, amit erre a mérkőzésre kitaláltak. Egy hajszálnyival Razmának adnak több esélyt.
Igen, ez leginkább az egy egymás elleni mérkőzésnek is köszönhető, illetve annak, hogy Rázma lényegesen több European Tour fordulóra tudott bejutni az idei szezonban. Nero? Szerintem Zeus. Caligula? Szerintem Zeus akart volna lenni. ...2.19-re kell a tripla mindenképpen Rázmának. Így se rossz, 74-el marad a 145 pont. Fortiman. Madison require 145. Nem lesz meg a 145-ös kiszálló. Tripla 10, a végére nem jön. 89-el 56 pontra érkezett meg Rázma Vécnek, pedig ott az esély, hogy lebrékelje a lettet. 60 pontot kell megoldani, a kerekítő a helyén, és a dupla is a helyén. De szép. 2-0-ra vezet. Volt már ilyen a mai nap folyamán, hogy 2-0-al indult egy mérkőzés, aztán fordítás lett belőle. Egyébként Rázom, hogy amiről beszéltél, hogy pont Vécz testén keresztül jutott el Budapestre a tavalyi versenyen. Tavaly előtt. Tavaly előtt. Itt az első... Tavaly előtt? Igen, 2021-ben. Én a 22-es nézem. Bocs, ott ment egy kört, és utána a Price távolléte miatt ugye erőnyerőként ment még egy kört, és utána volt a végállomás. Na, megtaláltad? Igen, nem is remélem. Szóval azért jól szerepelt. Most egyelőre még keresi a jobbik formáját Rázma ezen a mérkőzésen. Akkor Rusty Jake Rodriguez volt a végállomás egy 6-4-es vereséggel. Ugye ott már 8 közéjutás volt a tét, a 8-at döntős volt akkor Rázma itt Pesten. Vissza kell menni 18-ra. Így van, 92 a kör, ezzel sikerült kiszállóra érkezni, viszont Vécz is kiszállón van. 136-ra kell a két tripla, nem lesz meg. Még egy 20-as és egy 100-as kör. Ugye Vécz jellemzően szeret dupla 18-ra kerekíteni, neki az a kedvenc kiszállója. Rázmának nem lesz meg a 170. Nem, messze van tőle. 60-nal 110-re, és akkor nézzük azt a bizonyos kedvenc duplát. Az még mindig lehet össze. 3-0. Még mindig. Nem. Nem él vele. Na, Rázma egy kicsit lefaragta 170-ről 110-re, nézzük. Jön az a szokásos, imádja a 19-es szektort, főleg a triplát. 17-es vagy 13-as. 53 pontja van. Segít neki Rasbray. Természetesen. Megvan a 17-es, és akkor a dupla 18. És az ő is, megcsinálja. 100 fölötti kiszálló. 2-1-re szépít. Itt eddig a 100 fölötti kiszállókkal el vagyunk halmozva. Minden mérkőzésre jutott egy természetesen vidamisi 161-ese mindent visz. Mint a piros 7-es? Hát most így konkrétan olyan. Tehát... Bárki dobna egy 9-nyilast, azt mondaná, hogy mit nekem 9-nyilast, a vidamisi 161-es. Na az, igen, az. Hát egyébként mondasz valamit, mert valószínűleg néhány év múlva is egy sör mellett, majd egy cimboráddal, amikor beszélgetsz, akkor felidézheted Vida 161-es, és emlékezni igen. fogsz rá. Igen, tehát ezek azok a momentumok, amikhez fogalmazunk úgy, hogy kulturálisan kötődhetünk. Molnár László és Tóth Péter két pestújhelyi SC játékos, kiváló játékosok mindketten. 98. Nem oda Buda, a másik irányba kell vinni. A navigáció egy kicsit csődöt mondott. Megtalálják azért ők a helyüket. 140. Hát azért nagyon jó keze van ennek a Vécznek. Ugye 31 éve dárcozik. 31. 3 éves volt akkor még csak Rázma.
Nagyon szép viszont a válasz. És a sárga Power Ranger is itt van, meg hotdogunk is van, nagyon jó. Akkor már éhesen fogunk maradni. 180! A mai mérkőzésen az első, tehát az angolé. Nem lesz meg a 139-es kiszálló. De van egy 99-es kerekítés 40-re. Természetes. És a dupla 18. Nagyon megy neki! Hát kérem szépen. Nagyon megy neki! Sikerült is ezzel egy picit javítani a kiszálló arányon. Most már 38%-os a hatékonyság Scott Waitsnél. Így van, előtte 7-ből volt csak 2. Úgyhogy elkapta szépen a fonalat. 100-zal kezd. 90 fölé tornázta az előbb még az átlagát. Itt most nagyon elszámította magát Razma. Kilencvenes folytatás Razmától. Ezzel pici pont előnyben van. A nagy jelentősége per pillanat még nincsen, hiszen a letnek is kellene 3 darab tripla, hogy kiszállón legyen. De rögtön egy 5-ös szektorhibával kezd. A váltás az már jó. És az is, a tripla 17-es is jön. Marad a 214 pont, 113 volt a kör. Waitsnek pedig egyből jön a válasz, tripla kellene, még egy, nem jön, így nincs kiszállón. Valami elromlott, de Jim megjavította, köszönjük Jimnek, hogy megjavította. Már csak az a kérdés, ki az a Jim? Meg, hogy mit javított meg? 136-tal Razma, 78-ra jön le, ez most jól néz ki a LED szempontjából. Kellene, hogy egyből visszavegye az elveszített kezdést. 140. Ha van, ragad Waits. Ha van tripla 18, akkor 2 nyíl a duplán, ha nincs, akkor csak 1. Nincsen, úgyhogy 1 nyíl lesz a dupla 20-ra. Hú, de kiemelte. És megcsinálja. Bedobja, be kellett dobnia. És tud egyet brékelni Razma. Igen, és akkor most kellene megtörténni annak a mérkőzésen, ami eddig még nem történt meg, hogy Madarász Razmának meg kellene nyerni a saját kezdését. Eddig 2-ből semmi első pályáról. És akik egy kicsit jobban figyelnek ilyenkor a matematikára, azok könnyen kiszámolhatják, hogy Waits is mindösszesen egyetlen egyet tudott megnyerni első pályáról. Tehát az 5 legből eddig 4 is break volt. Nem egy szokványos mérkőzésmenet. ...140, prima. Ez most nem néz ki rosszul. A győztesnek azért szombaton sem lesz az élete, csupa móka és kacagás, mert Peter Wright-tal játszik majd, aki tovább jut. Ennyi, hát ahogy a régi klasszikus mondja, a törpök élete nem csak játék és mese. Hát bizony. Egyébként Waits hasonlít is törpapára. Még kékben is van. 95-ös kör. Na 203-ra egy nagyon jó 171-es kerekítés mondjuk. Az nem fog összejönni. De 129 pont, igen, marad a 74. Egyre jobban érzi magát Madarász Razma a tábla előtt. Ez látszik is a játéken, most már 90 fölött van neki az átlaga. A szimpla, igen, marad a 60. 20, dupla 20. Az előbb ment neki, most nem. De még mehet. Még mehet, mert nincsen kiszállón Scott Waits. És akkor a dupla 20 ismételtem. Dupla 10. Kicsit messze van az.
Az nagyon közelebb, de nem jó. Nagyon nem jött jókor ez a hiba, bár ilyen hibák sosem jönnek jókor, de most kifejezetten a 3-3 helyett lehet 4-2 belőle, főleg így. Dupla 12. Meg is csinálja két nyilboszkát Vécz. Abban a pillanatban ugrik az ilyen lehetőségre, és hát persze, hogy morog magában Razma. Nagyon közel volt a 3-3-hoz. Igen, ebben a testbeszédben most minden benne volt, és még mindig rázta egy picit a fejét. Gyorsan túl kellene tennie magát ezen. És egyébként meg továbbra is úgy állunk, hogy saját kezdését még nem tudta megnyerni a lett ezen a találkozón. Igen, az a nagy dolog, ha valakit azonnal ugye ki tudja radírozni ezt a rossz emléket az agyából. És ez az, ami nagyon nehéz. Ugye most Vécz kezdett, ha ezt hozza, akkor az már tetemes előny. Egyébként azon az ágon vannak, ahol például Rob Cross is. És ha Jagica megverni Woodhouse-t, akkor ugye Rob Cross-szal játszana, és lehet, hogy utána ő Peter Wright-tal. Akkor ezt a mondatodat átfogalmazom. Ha Jagica, miután Jagica megverte Woodhouse-t, játszhat Rob Cross-szal. És miután megverte Rob Cross-t. Így van, utána majd jöhet Peter Wright. Úgyhogy... Kemény, nagyon kemény ez a verseny. 180! Nyilván a realitások talaján mozgunk, tehát nincsenek irreális elvárásaink a hazai játékosok vonatkozásában, de akkor is a kincstári optimizmust azt meg kell tartani, mert anélkül nem lehet létezni. Az egészen más, mint a hurrá optimizmus. Az köszönő viszonyban nincs a kettő egymással. Kell a tripla Razmának. Nem lesz kiszálló így 130-ról, de nagyon szépen lekerekít 40 pontra. És így még visszavághat Vécznek, ha nem oldja meg az angol a 133-at. De még megoldhatja. Így már nem. Tripla 3, tripla 19 helyett. 64 pont marad, 16 vagy 8, 16. 48 így a vége. Dupla 20. Akkor menjünk a tízes szektorhoz. Az sem jó. Sok a hiba. Ugye előbb a bakit büntette Waits. Maradott, dupla 16, dupla 8. És ezt is bünteti. 5-2. Még mindig nagyon tud dárcozni. Száz nyolcvan! Kis fázis késéssel, mert Rasbé nem látta jól a három nyilat. De jó, így őt is megkaptuk. Engedjük el őt a következőre szerintem. Egyet értek. Akár az összesre is. Olyan szépen úgyse tudja senkinek mondani. Senki sem mondani a százatot. Negyedik, ötödik, figyeld. Hát a következőben már nekünk is be kell szállni. Itt valami készül. Mert forró a pite. Itt valami készül. De lehet, hogy az készül, hogy mindjárt rám ír a Molnár Laci, hogy álmodj babám. Hetedik nyíl. Fölé. Álmodj babám. Ne is írd, Laci. Fölöslegesen ne koptassuk a klaviatúrát. Tudom magamtól is. Egyes. 81, azért megérkezik 60 pontra. Lehet belőle egy 11 nyilas, és azért Vécz nagyon sportszerűen lepacsizik. Vécz 330-nál, tehát ez a legvalószínűleg elszállt neki. 44. 20, dupla 20. Nem, dupla 20, dupla 10. Hoppá! Na? Megvan. És ott van, lett belőle 12 nyilas játék, nagyon szép. Azt nem mondta, hogy dupla 20-szal akart kezdeni. Nem. Túlságosan kiemelte a nyilat, nem akarta a triplába vágni. Lásd, Vladimir Andersen esete a 116-ossal, két tripla 20 lett a vége. 85 Waitsnek. Hiába jobb Razma átlaga, Vész még mindig magabiztosan vezet.
mert sokkal jobb a kiszállózás. Mizsany 23% jelenleg, Rázmáé 45% WC. Gyakorlatilag több olyan helyzet is volt, amikor Rázma már több nyilat eldobott a duplára, nem tudta megoldani, Véc meg elsőre kipattant. És azért ezek a helyzetek kellően tudják demoralizálni a játékosokat. Hát ugye egy klasszis csatárt, és az különböztet meg egy nagyon jó labdarúgótól, hogy ő berúgja a helyzeteit. És Véc is ilyen, ha ott van az esély, akkor könyörtelen. A szép kör Rázmától. Kellett is a két tripla. És azt tudod, hogy mi különbözteti meg egymástól az őrültet és a zsenit? Egy hajszál? Nem, a siker. Hát? 98 pont maradt Vécnél, kiszállón van az angol. Kellene egy jó erős kör Rázmától, kellene mindenképpen most már egy tripla. Nem jön, 59 mindössze. Ennyi volt. Még, meglátjuk. Még azért nem szólt a finálé. Nézzük, a tripla 20 jön-e, nem jön. Tripla 18. És az ott igen. A mérkőzés nyíl. 86 dobás, marad még 12. 150. Kötelező megoldani az életben maradásért Rázmának. És most nem segít a 19-es, a kedvence. Amit ő pedig nagyon tud. 87-re jön le, újabb három meccs nyíl Skatvécnek. Dupla három, alaksor, még mindig. Nem, nem. Négy meccsnyél elment. Jön Rázma. Hát akkor ezt még kötelezőbb megoldani, mint az előbb. A megvan 150-et. A tripla 17. És jó. Megvan a dupla 18. 5-4 versenyben tartja magát. Most egy picit visszaadott az élet Madarász Rázmának, ugye? Ez visszafelé már egy párszor lezajlott ezen a mérkőzésen, hogy ő neki volt több nyila, és nem tudta megoldani a duplát. Véc meg elsőre kipattant. Most Véc nem tudta a több nyilból megoldani a duplát, Rázma pedig elsőre kipattant. Káprázott is Véc szeme, már ment volna szerintem pihenni, de egyelőre még erre várni kell. De neki így is csak két lekkel, egy lekkel a továbbjutás, az ellenfelének kettő lekkel. Igen, és azért ne felejtsük el, hogy abból a kettő legből, amire Rázmának szüksége van, abból az egyiknek bréklegnek kell lennie. És még arra sincs garancia, hogy ezt hozza Rázma a saját kezdést. Még mindig 92 fölötti átlaggal a lett, 85-86 körül jár most Waits, de nem ez a perdöntő. 58. Visszaváltás sem volt tökéletes. Hátsó pályára kéne egy, de inkább két tripla, egy jön. Ha valamikor most egy 140 vagy egy 180 nagyon sokat tudna lendíteni Rázmán. Egy tripla már van. Ó, és egyes, így viszont nincsen kiszállón. Puff neki, igen, ez bogey number. 2-22-re Véc, megvan a tripla. Az fölötte. 140. 82, és ott van a kapuban Véc megint. Mit dob a lett? Tripla 15 a végére, nem jön. 95 dobott, maradt 70. És a mérkőzésért. Ha megvan a bull, akkor kettő meccs nyíl. Nincs meg, úgyhogy kell a kerekítő 17-es és egy a dupla 20-ra. És bedobja. Az viszont már ott van. Bedobja. 6-4-re nyer Scott Waits, a korábbi BDO világbajnok. És ez leginkább az eredményesebb kiszállózásának köszönhető. 38%-os volt a hatékonyság Waitsnél, még mindösszesen 29 Madarász Rázmánál. Hiába volt erősebb az első 9 nyilas átlaga, illetve a teljes kör átlaga is a letnek. Ahogy a nóta is mondja, a tripla az nagyon mókás, de a lóvét azt a dupla hozza. És most Skatvécnek hozta a dupla a lóvét. Na, zenélünk tovább, méghozzá egy másik BDO világbajnokkal, hamarosan Scott Mitchell-lel, ellenfele Andy Bolton lesz.